Köszöntöm a Banyhádi Napló nézőit, Kutni Gábor vagyok. Tekintsék meg röviden, mit kínálunk a mai adásban. Döntött az önkormányzat, emelkednek az ellátási díjak a szociális szférában. Megváltozik az orvosi ügyeleti rendszer. A Banyhádi Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola megtartotta szalagtűző rendezvényét. A síelés egyik fellegvára lett a Banyhádi Petőfi Gimnázium. Elkészült Banyhádváros idei rendezvényterve, mely olyan gazdag kínálattal bír, hogy a számok alapján akár minden napra jutna esemény a Völcsék fővárosában. A testület úgy döntött, az élelmiszerárak jelentős emelkedése miatt a szociális ágazatban növekednek a térítési díjak. Közmeghallgatással vette kezdetét az idei év első önkormányzati ülése, melyen egyetlen hozzászóló tett fel kérdéseket a város vezetésének, elsősorban a lakókörnyezetének közlekedési nehézségeit és az ipari park fejlesztés elképzeléseinek ügyében. Kérdésére a feltett kérdésekre a válaszokat írásban adja majd meg a település polgármestere. Ezt követően Filóni Ferenc Ibolya beszámolt a Völcségi Kistérségi Tanácsban megszületett döntésekről. Az év elején rögtön a januári első munkanapokon a társulás költségvetésének a tervezésével kezdjük itt meg a hivatalban a munkát, hiszen nem csak a várost, hanem rajtunk kívül 24 másik települést is érint, mert valamennyi önkormányzatnak el kell fogadnia, és ezért ez a munka már rögtön idén is január 2-án az első munkanapon megkezdődött, és a testület egyhangulag el is fogadta az előterjesztésünket. A társulás ebben a formában, egy ilyen felállásban, hogy tagok 1, tagok 2 és tagok 3 csoportba osztjuk a 25 társult települést a különböző feladatok ellátása tekintetében, ez 2016 óta áll fenn, és az elmúlt 7 év azt igazolta, hogy ez a gondolkodás, ez a döntéshez jó volt, hiszen mindenki olyan feladatban vállal közösséget és részesül benne, amit önként vállal, illetve nyilván a törvényi kötelezettségeknek is valamennyi önkormányzat település eleget tesz. Azt lehet elmondani a társulásról, hogy az önkormányzatoknak mind az önként vállalt feladatok, mind pedig a lakosságszám arányában nagyságrendileg egy 62 millió forintos költséget kell hozzájárulásként megfizetni az idei esztendőben ahhoz, hogy egy megközelítőleg 420 millió forintos főösszeggel tudjon működni ez a rendszer. Én bízom benne, hogy ennek nem lesz akadálya, és továbbra is együtt tudunk dolgozni valamennyi településsel a Bonyhádi járásban. A képviselőtestület megtárgyalta és elfogadta az idejévre szóló rendezvényi tervet. Filóni Ferenc Ibolya polgármester azt mondta, rendkívül színes évelé néz majd Bonyhádváros. Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki javaslataival és a konkrét programtervezetével segítette ezt az anyagot összeállítani, hiszen nem csak önmagában az önkormányzat programjait gyűjtjük ilyenkor egy csokorba, hanem januártól egészen december végéig valamennyi itt működő civil és sportszervezet és egyéb és az intézményeinknek a tervezett programjait fésüljük egybe a város rendszeres programjai közé, a nemzeti ünnep, illetve akár a fesztiválok közé, és így idén is elmondhatjuk, hogy egy nagyon gazdag, nagyon színes programsorozat állt elő. Bízom benne, hogy mindegyik sikeres lesz, és meg tudjuk valósítani közösen a civil szervezetekkel és az intézményekkel együtt. Bonyhádváros önkormányzata a működtetője az iskolafogászati ellátásnak. A csökkenő gyerekszám következtében módosítani kellett a rendelési időket, mondta el Filcinger Ágnes, a városi edzője. Hetente 28 óra volt eddig a rendelési idő, és most ez 26 órára változik február 1-től, tehát a mai naptól. Lényeges változás azonban, illetve lényeges körülmény azonban, hogy hét minden napján van rendelés. Általában fél órákkal csökkent, illetve egy esetben egy órával csökkent a hét egy napján. Második alkalommal kerül sor a szerződés módosítására. Az élelmiszer árak közismert emelkedése miatt kérte a szolgáltató, hogy egy rendkívüli árindexálást hajthasson végre 20%-os mértékben. Ezzel a hozzászólással indította annak a napirendi pontnak a tárgyalását Filcinker Ágnes banyhádvárosi edzője, mely arról szólt, hogy a közétkeztetést biztosító gazdasági társaság már nem tudja a régiálon előállítani a fejadagokat, és ezért került sor egy elfogadott áremelésre. Bonyhádváros önkormányzatának a jelenlegi közétkeztetést biztosító szolgáltatóval szerződést kell módosítani az élelmiszerárakban bekövetkezett drasztikus áremelkedésre tekintettel. A KSH által kimutatott emelkedés ezen a területen mintegy 40%, azonban a szolgáltató
val történt megegyezést követően 20%-os emelkedésre kerül sor a térítési díjakban, illetve a szolgáltató felé fizetendő díjakban is. Ennek következtében az önkormányzatnak módosítania szükséges az étkezési nyersanyag normára vonatkozó rendelkezéseit, illetve a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletet, amelyben a közoktatási intézményekben lévő térítési díjak foglaltatnak, illetve a szociális rendeletet is módosítani szükséges, mert a gondozási központ térítési díjait tartalmazzák a szociális rendelet rendelkezései. Mindez azt jelenti, hogy a gondozási központban fizetendő eddigi 1000 forintos térítési díjak 1200 forintra emelkednek. Megváltozik a házi orvosi ügyeleti rendszer, ahogy az ország egészében, így Bonyhádon is. Az első kísérleteken már túl vannak, és az új rendszer bevezetése várhatóan az ősz folyamán éri el Tolnavár megyét. A részletekről beszélgettünk dr. Barca Zsolttal, a kórházigazgatójával. 2022. decemberében a Magyar Parlament megszavazta az egészségügyi rendszer szinte minden részletét jelentősen átalakító törvényt, ebben a házi orvosi ügyeleti rendszer átalakítása is szerepel, mely az 1970-es évektől kezdve, tehát közel 50 esztendeje van életben. 2021-ben Hajdú-Bihar megyében egy úgynevezett minta, vagy pilot programot indított a kormányzat, ahol már tesztelték igazából ezt a mostani elképzelést. Annak a tapasztalatairól jókat mondanak, igazából nehéz a teljes képet látni. Lényeg az egésznek, hogy a járásközpontokban marad háziorvosi ügyelet. A többi kisebb, jellemzően kisebb helyeken is, ahogy az előbb mondtam, kevesebb ellátott lakossággal rendelkező ügyeletek, azok megszűnnek. A járásközpontunkban pedig az lesz a jelentős nagy változás, hogy hétköznapokon délután 4-től este 10-ig lesz egy háziorvos, aki ugye egy 6 órás műszakot fog vinni. Ezután pedig 10 órától reggel 8 óráig a mentőszolgálatot lehet majd hívni, már meg is van egy szám, az 1830-as lesz ez a szám, amit majd hívhatnak. Tehát 10 órától este 10-től reggelig, akkor csak a mentőnek tudnak az emberek telefonálni, a betegek. Készült egy felmérés arról, mondja Barca Zsolt, hogy az ügyeleteket igénybe vevők túlnyomó többsége este 10-ig jelentkezik a felmerülő problémájával az orvosoknál, ezt követően ez a szám drasztikusan csökken, amit majd a mentők is el tudnak majd látni. Az biztos, hogy egységesítve lesz így az ellátás szintje, mind a szintje, mint pedig talán a betegbiztonság is egy kicsit növekedni fog, azt hiszem, mert egy központi diszpécser gyakorlatilag a telefonon azt fogja tenni, amit most egyébként a sürgősségi betegellátó osztályokon tesznek, ez az úgynevezett triázsolás, magyarul besorolás, tehát a bejelentő kikérdezik, és annak megfelelően besorolják egy bizonyos kategóriába, sürgősségi kategóriába, és ennek megfelelő intézkedést fognak foganatosítani. Nagyjából egy dióhéjban ez az összesítés ennek az egész új rendszernek. Eddig gyakorlatilag délután, hétköznap délutántól 4-től, illetve másnap reggel 8-ig, illetve hétvégén 24 órán keresztül volt egy elérhető háziorvos. Most ugye azt azért tudni kell, hogy a mentőszolgálatnak a diszpécseré rendkívül képzett szakemberek, akiket speciálisan erre képeznek ki, folyamatosan továbbképzik őket. Tehát ők azért igen-igen jó arányban be tudják megfelelő módon sorolni. Még akkor is, hogyha a bejelentő nyilván nem lehet szakember, hiszen ez nem várható el. Még ha esetleg a bejelentő önhibáján kívül meg nem akarattal, de esetleg fals adatokat ad meg, azért nagyon jól be tudják sorolni, és a természetesen a mentő menni tud, tehát a legkisebb gyanú fölmerül, hogy itt valami súlyosabb betegségre utaló jel van, akkor azonnal mentőt fognak küldeni. A rendszer bevezetése folyamatosan történik, mondja Barca doktor. A jelenlegi elképzelések szerint valamikor ősszel, október-novemberben érkezik el Tolna megyébe. Addig ez a mostani ügyeleti rendszer ugyanígy működik, Bonyhádon is, de a megye Tolna megyébe az összes járási központban, illetve az összes most eddig működő ügyelet is működni fog. Ha csak ők ugye előbb nem, de úgy tudom, hogy a megyei szintű lesz, tehát azért mondom, hogy megye Tolna megye október-november környékén. Tehát addig minden marad a régiben. És minden a mostani működtető, van, ahol az önkormányzatok működtetik, van, ahol, mint Bonyhádon, az önkormányzat kiszervezte már 2008-ban más szolgáltatónak. Tehát gyakorlatilag ugyanígy működik, valószínűleg novemberig, de
ugye nem tudjuk, hogy mik lesznek a tapasztalatok, nyilván így, hogy szép fokozatosan az egyes megyék lépnek majd be ebbe a körbe, ahol változni fog a rendszer, mert ugye azért az egészségügyi vezetés az kommunikálta, hogy természetesen a tapasztalatok alapján, ha szükséges, akkor módosításokat fognak eszközölni. Nyilván ez így logikus és észszerű, hát ezeket nyilván nem tudjuk, hogy mi lesz majd itt a reakció lakosság részéről, akár vagy szakmai oldalon. Hát ezeket majd meglátjuk. Lakossági észrevételre is válaszolva a kórházigazgató azt mondta, továbbra is be lehet majd hajtani a Bonyhádi kórház területére annak, aki az ügyeletre érkezik. A kórház udvarán, hogyha bejön a főporta melletti kapun, bejáraton, akkor attól jobbra levő terület az önkormányzati tulajdon. A háziorvosi ügyelet épületével együtt, ott egyébként egy háziorvosi rendelés is működik, Molnár doktornak a praxisa. Tehát az önkormányzati terület az úttól jobbra. A kórházi portások olyan utasítást kaptak már nem most, hanem már évekkel ezelőtt, hogy délután 4 órától hét közben, illetve hétvégén egész nap a háziorvosi ügyeletre érkező mozgáskorlátozott idős embereket, szállító gépjárműveket be kell engedniük. Valószínűleg tartom, hogy egy-egy kivételes eset történhetett, amikor a portás valami oknál fogva, nem tudom megmondani, hogy miért, de mégse tette ezt. Úgyhogy most polgármesterasszonyjal egyeztettem többször is, és meg fogjuk erősíteni az utasítást, hogy természetesen ezek a betegek, ezeket a betegeket szállító autók behajthatnak arra a területre. A Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola gimnáziumi tagozatának 22 diákja viseli büszkén azt a szalagot, ami középiskolai tanulmányaik végét jelzi. A nembulók számára fontos eseményre a település művelődési házában került sor, ahol ünnepi műsorral készültek számukra, és természetesen elmaradhatatlan végzős tánc is helyet kapott az este folyamán. 22 diáknak tűzték fel a szalagot az alsóbb tagozatos társaik a Bonyhádi Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola végzős osztályában. Az ünnepségre a település művelődési házában került sor, ahol a tanulókat, a szüleiket és a pedagógusokat az intézmény igazgatója köszöntötte. Az egyik legszebb ünnepünk, a gimnázium egyik legszebb ünnepe a szalagtűző rendezvény, ilyenkor tűzzük fel a végzősökre a szalagot. Ez egyben jelképezi azt, hogy egy közösséghez, egy osztályhoz, egy iskolához tartoznak, illetve mindenki tudja róluk, hogy ők most életük nagy erőpróbája előtt állnak és érettségizni fognak. És szerencsére csak a pandémia világjárvány alatt kellett ettől eltekinteni. 2020. január 24-én volt utoljára ilyen rendezvényünk, úgyhogy most mindenki fokozott izgalommal készülődik rá. 3 év kihagyás után tudjuk megrendezni teljesen nyitottan a szülők, nagyszülők, pedagógusok és meghívott vendégek részvételével. Mindenki örül ennek. Mi egy családias kis gimnázium vagyunk. Alapelvünk az, hogy mindenkinek lehetőséget adunk, mindenkit megpróbálunk eljuttatni az érettségére, illetve adott esetben felsőoktatási intézménybe. Tehát 22 tanulónk van. A műsor az úgy néz ki, hogy lesz egy rövid köszöntő, bemutatkoznak a diákok, aminek a csúcspontja a keringő, a tánc lesz, amit Varga János tanár úr vezetésével tanultak be. Talán ezért izgulnak a legjobban. A 2022-2023-as tanév végzős diákjainak középiskolai tanulmányai nem indultak egyszerűen. Ennek ellenére egy jó osztályközösség formálódott belőlük öntudatos véleményüket vállaló fiatalokkal. Nagyon sokat készültek rá a gyerekek a táncot, az angol keringőt, ami a fő attrakció lesz, már hónapok óta próbálják. És hát nagyon nosztalgikus érzés tényleg, így a 4 év felelevenedik, hogy mi történt, milyen sok mindenem mentünk keresztül, úgyhogy nagyon vártuk ezt a napot. Nagyon jó kis társaság, a fiúk könnyen megegyeztek az öltöny kérdésében, és a lányok is nagyon érdekes, mert nálunk olyan furcsa a nemek aránya, hogy 5 lány van és 17 fiú, úgyhogy szerintem akkor lett volna nehezebb megegyezni, hogy fordítva van ez az arány, de így simán ment minden. Így az alsóbb évfolyamokból felkértünk lányokat, hogy táncoljanak, mert csak 5 pár lett volna a mi osztályunkból, úgyhogy a többi lányt azt a 9-ből és a 11-ből kértük meg. Nagyon lelkesek voltak, és mindenki táncol az osztályból, úgyhogy szerintem ez nagy szó. Szeptemberben már elkezdték tanulni a gyerekek a Varga János tanár úr vezényletével, és hetente 2 próba volt. Folyamatosan most az utolsó héten pedig ez felhalmozódott, hogy 2 naponta próbáltak. Pont amikor ők kezdték a gimnáziumot 9. és 10-ben, akkor volt a pandémia, és tulajdonképpen másfél évet ők digitális oktatásba töltöttek.
de aztán az utóbbi két évben már nagyon jó osztályközösség kovácsolódott. A 12. osztály a szalagok feltűzését megelőzően egy kis filmben idézte fel az elmúlt évek emlékezetes pillanatait. A közösség mindennapjai jó hangulatban teltek, akár csak azok az órák, amikor a tánc tudásukkal brilliroztak a diákok. Táncra rengeteget készültünk, hogy erre külön órát is létrehoztunk művészetek néven. Úgyhogy itt készültünk folyamatosan a táncra. Ami izgalmat okozza az az, hogy a lányok nagy ruhájában hogy fogjuk abszolválni a feladatot, de igyekszünk a kihívásokat úgy megoldani, hogy a nézőknek is személyre, kedvére legyen. Egy nagyon vegyes csapatról beszélhetünk összességében. Azt gondolom, hogy mindenki megtalálja akár a kis kasztját, csoportját, de összességében is egy nagyon jó osztályközösséget alkotunk. Fontos ez egy diák életében, amikor végre elvégzi a 4 évet, utána jól esik egy ilyen mindenkinek egy egyszeri alkalom. Mindenki szeretett volna táncolni, és megoldottuk így, hogy fiatalabbak jöttek közénk. Amellett, hogy a középiskolások számára oly fontos eseményre, a szalagtűzőre készültek a nebulók, a nagy megmérettetésre, az érettségire is gőzerővel tanulnak, minden segítséget kihasználva. Nagyon sok segítséget adnak a tanárok is, vannak, akik külön órára járnak, de általában összefonódik ilyenkor a csapat. Már éveleje óta nagyon nagy pörgés volt ezzel kapcsolatban, szerencsére jó az osztályfőnök is mindenben támogatott minket. Én úgy gondolom, hogy minden eseményt meg kell ünnepelni, most nyilván nagyon nagy izgalom van e körül, és nagyon sokan várták már ezt. A 12. osztályosok számára fontos napon a köszönő beszédek mellett az alsóbb tagozatos diákok műsora színesítette a szallagtűző ünnepséget. A végzősöknek a 11. évfolyamos társaik tűzték fel a szalagot, ami után az érettségi előtt álló fiatalok angol keringője zárta az ünnepséget. Ismét síelni voltak a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium diákjai. A következő percekben élményeikről és céljaikról is beszámoltak a résztvevők. Hosszú évek óta hagyomány, hogy minden évben síelni mennek a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tanulói. Volt, aki most próbálta először, és akad olyan is, aki már rutinosan mozgott a lécekkel. Az biztos, hogy Sebestyén Ákosnak a sítábor nem csupán a szórakozásról szólt, komoly tervei vannak a fiúnak. Nekem ez egy edzőtábor szintű felkészülés volt, mert szeretnék a diákolimpián is majd elindulni, mert tavaly elég jó helyezést értem el, 4. lettem, és ezen szeretnék a tanár úrral még javítani. Körülbelül kategóriánként 110-120 ember is rajtozál. Nagyon sok fiatal próbálja ki újra a sít, nekem is a barátaim kipróbálták, ez volt az első élményük, és nagyon tetszett nekik, és szerintem ez egy tökéletes sport, téli sport, és élmény számunkra. Ezt a carving síjelést szoktam űzni, ez nem teljesen a diák olimpiai stílus, mert ott kis kanyarokat, kapukat kerülgetünk, én a carving síjelésben nagy íveket használok, jól beledőlök a kanyarban, és hosszú lécekkel síjelek, és nekem ez jött be igazán, és nekem ez tetszik, és az az élmény, amikor kanyarodok, megy a sebesség, 90-100 km/h-t is el tudok érni simán, és ez nekem ez hatalmas élmény. György Ferenc testnevelő tanár már a gimnáziumi pályafutása előtt is tartott sítáborokat, úgy gondolta, hogy a hagyományt az iskolában is szeretné folytatni. Az első sítáborot 1993 telén, az éppen szétváló Csehországba szerveztem, Velki Károly vicce telepre. Még nem egy teljes csapat volt, de nagyon lelkes és jó indítatást adott. A következő táborokban egy akkor érkezett kollégám, Potápi Árpád János segített, és sokáig közösen szerveztük a sítáborokat Szlovákiában, Lopusnadolinában, Spiska Nova Ves, illetve Krompachi síterepekre, ahol nagyon kellemes hangulatú táborokat szerveztünk. Amikor ez már kezdtük kinőni, akkor kerestünk nagyobb terepeket Ausztriában, Gerlitzenen, Olaszországban, Ravaskletton, aztán mentünk Paganellára, nagyon nagy élmény volt, és közben párhuzamosan kialakítottunk egy olyan kezdőtábort, ahol Donavaliban, illetve Roglán, Szlovéniában tanítottuk a gyerekeket.
A síjelés egyrészt a tél örömét adja a gyerekeknek, hiszen napjainkban szinte már csak elvétve látnak havat a fiatalok. A nagy hegyek kihívását, azt, hogy a természet milyen csodálatos és nagy, azt, hogy lehet ehhez alkalmazkodni, és lehet használni jól. Mozgásra, sportolásra, közösségépítésre, és minden más is, ami ezzel együtt jár, és nagyon nagy örömmel tapasztaltam meg idén is, hogy ezek a gyerekek élménnyel tele, nagyon nagy pozitív sugárzással jönnek az, és rengeteg erőt adnak nekem is, és maguknak is a további munkához. Andorka Kende első alkalommal vett részt a táborban. A fiú azt mondja, szeretett volna egy új sportágat megtanulni. Viszonylag egy ilyen élménykereső személyiségem van, és ez a síjelés most az úgy bizonyosult, hogy nekem ez így tetszik, és én ki akarom próbálni, és hál' Istennek voltak remek oktatóim, és ugye például György Ferenc tanár úr nagyon gyorsan a keze alá vett, és ugye így könnyen meg tudtam síelni. Már ugye abba hagytam egy előző sportágat, a judót, de a síelés szerintem mindenkinek egy ilyen kiegészítő sportág lehet az életében, viszont én inkább egy ilyen hobbiként kezelném. Én szeretném, hogyha lennének utódaim. Mint hogy ebben a városban úgy gondolom, hogy sok utódot sikerült megtanítanom, megszeretetnem erre a sportra, hiszen nagyon sokan járnak síelni azóta Bonyhádról, szerte mindenfelé, és bízom benne, hogy ebben nekem is van részem. Új kollégákat vontam be, és bízom benne, hogy hamarosan átveszik a szerepemet. Sajnos lassan lejár az idő, amit aktívan tölthetek ezen a pályán, és nagyon szeretném, hogy ezt tovább vinnék. Ez egy nagy érték ennek a gimnáziumnak. Sok éven át űztük ezt a sportot, és nagyon sok diákot, több ezer diákot vittek el síelni, szülőket, barátokat, és szeretném, hogy ezt folytatnák. Most úgy tűnik, hogy lesz 2-3 olyan kollégám, aki ezt tovább tudja vinni. Köszönöm mai figyelmüket, viszontlátásra!